Több ezer vonulás, több száz megmentett élet és közel másfél évszázados múlt van a hátuk mögött, most mégis bajban vannak. A bátaszéki önkormányzati tűzoltóság nem biztos, hogy kihúzza a 2022-es évet. Az elsődleges, legfontosabb szerepe az, hogy a tűzoltóság berkein belül 210 négyzetkilométeren több mint 11 ezer embernek az élet és vagyonvédelmét el tudjuk látni. Mindig is ez volt a legfontosabb számunkra, és ezután is ez lesz. Hát ellenben följött szintén az első helyre maga a költségvetés, hiszen itt a garantált bérminimumra való felzárkóztatás, illetve a minimál béremelés a költségvetésben jelentős terhet ró, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem biztosított az idei éves költségvetésünk, mintegy 8-10 millió forint az, ami hiányzik a költségvetésünkből. A Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elsők között még 1883-ban alakult 26 fővel, hogy megvédjék a településüket és az itt élő embereket a tűzvészektől. Több mint 120 év után átalakult a szervezet, és 2007-ben önkormányzati tűzoltóságként kezdett működni. Azért volt erre szükség, mert akkor került átadásra többek között a motos autópályán az alagút, illetve néhány évvel később átadásra került Bátaapátiban a kis és közepes radioaktív hulladékokat tároló létesítmény is, amely egy kiemelt biztosítási objektumok. Éveken keresztül igen jó állami finanszírozást kaptunk a tűzoltóság fenntartására, ami azt jelentette, hogy a fenntartó önkormányzatoknak, Bátaszéknek, Alsónyéknek, Bátaapátinak, Bátának és Murágynak, illetve még körbe is az ellátási területhez tartozik, ezeknek az önkormányzatoknak nem, vagy csak igen kevés összeget kellett biztosítani a tűzoltóságnak a fenntartásához. Azóta változtak a szakmai előírások, ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni egy bátaszéki önkormányzati tűzoltónak, mint egy hivatásos tűzoltónak, ugyanazokkal az eszközökkel kell dolgozni, ugyanazokat a biztonsági előírásokat kell betartani, így a költségek is növekedtek. Az elmúlt években elkezdtük felfejleszteni a tűzoltóságunkat, most már 12 főállású tűzoltóval dolgozunk, és ahhoz, hogy a 24 órában tudjuk biztosítani a megfelelő tűzvédelmi feladatokat, míg a fennmaradó időben önkéntesekkel, illetve egyéb munkavállalókkal tudjuk biztosítani a szolgálatnak a kiadását. 2022-ben a Bátaszéki Tűzoltóság működéséhez már 60 millió forintra lenne szükség, amihez 45,9 millió forint állami támogatás érkezik. A többit a helyi, illetve a szerződött településeknek kellene kipótolnia. Az érintett önkormányzatok 60%-kal emelték meg ezért azt az összeget, amivel évente hozzájárulnak a tűzoltóság működéséhez. Ez az eddig 300 forint helyett 500 forintot jelent lakosonként, de így is még körülbelül 8,5 millió forint hiányzik a tűzoltóság költségvetéséből. El kell mondani, hogy a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság korábban is és most is mindent megtett annak érdekében, hogy stabilizálja és biztosítsa azokat a feltételeket a tűzoltóság működéséhez, ami szükséges, de pénzt már ők sem tudnak adni. Ezért két irányban mozdultunk el. Egyrészt levélben megkerestük az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját, hogy legyen a segítségünkre, mert ez nem csak bátaszéki helyzet. Az összes önkormányzati tűzoltóság ezzel küzd, ki kisebb mértékben, ki nagyobb mértékben kénytelen már önkormányzati forrásokat bevonni. És egy másik irányban is elmozdulunk, nevezetesen egy adománygyűjtési akciót is hirdetünk. Kérjük Bátaszékváros lakosságát, vállalkozóit, hiszen azt gondolom, hogy a tűzoltóság tényleg olyan feladatot végez el a város teljes területén, ami életünket és biztonságunkat védi, hogy ha és amennyiben lehetősége van, egy közzétett adományozási számlára lehetőségei szerint adjon támogatást, hogy stabilizálni és működtetni tudjuk a tűzoltóságunkat. Ezt egyébként megteszik a társtelepülések önkormányzatai, tehát ott is meghirdetjük ezeket az akciókat. Ezzel próbáljuk stabilizálni a 2022-es esztendőt, de azt látjuk, és ezért is kezdeményeztük főigazgató úrnál a találkozót, hogy ez nem megoldás. Megoldás az lenne, hogyha a katasztrófavédelem legalább egy tűzoltóság működéséhez szükséges bérköltségeket központi költségvetésből finanszírozná, és a működéshez szükséges egyéb dologi kiadásokat mi önkormányzatok szívesen vállaljuk annak érdekében, hogy valóban 3 percen belül bárkinek az életét vagy ingatlanát meg lehessen menteni. De mi történik, ha mégsem jön össze elegendő pénz, és mit jelenthet ez a környéken lakóknak? A parancsnok summázta a lehetőségeket.
Nagyságrendileg a köztesületi tűzoltóságnak a megszűnését is jelentheti, hiszen munkabér nélkül, illetve ha még nem is feltétlenül csak a munkabéreket nézzük, mert itt azért vannak lelkes tűzoltók, akik életben tudják tartani ezt a rendszert akár önkéntes alapon is, hogyha arról van szó, bár ez úgy gondolom, hogy a 21. században már nem feltétlenül elvárható az emberektől. Nagyságrendileg a dologi kiadás is az, ami jelentősen emelkedett. Ha csak az üzemanyagárakra gondolunk, vagy egy korszerű gépparkot tartunk fönt, ugye tűzoltás műszaki mentésszak felszereléseivel, amit felül kell vizsgálni, amit karban kell tartani, amit szintén üzemanyaggal el kell látni, és attól tartok, hogy amennyiben nem valósul meg a teljes költségvetés, akkor ezeknek a fenntartása is nehézkessé válik. Jelentősen növekedni fog a riasztás, ugye van egy Európai Uniós vállalás, ami szerint 15 percen belül ki kell, hogy érjen akár mentő, akár tűzoltó a helyszínre, és én úgy gondolom, hogy mivel Bátaszék ilyen tekintetben egy fekete folt, ezt a területet nagyságrendileg Mohácsnak, Bajának, illetve Szekszárdi hivatásos tűzoltóságnak kellene ellátni, és Bátaszék még az egy megoldható terület, de gondoljunk esetleg Bátára vagy Bátalpátiba, gondoljunk a kiemelt létesítményekre, ugye itt van például a Bátán a Duna, az NRHKT-nak a hulladék lerakója, vagy akár az autópályán, ha az alagutakra gondolunk. Tavalyi éves átlag az nagyságrendileg, bár a szabályzóban 8 perc lenne a kivonulás, hogy 8 perc alatt el kell, hogy hagyjuk a laktanyát, ezt nagy átlagban 4,5 perc alatt meg tudtuk tenni egy újfajta szolgálat szervezéssel, és én úgy gondolom, hogy jelentősen csökkenne annak a közel 11 ezer embernek az élet és vagyonvédelme, hogyha itt a tűzoltóság megszűnne. Segítsünk, hogy segíthessenek, hiszen itt egy perc is sokat számít, nemhogy 15.